Jó, akkor légy szíves, tanítsál meg minket műsorvezetni, ha már nem bírsz meg. De nem kell megtanulni. Tehát az a baj, hogy pont az a forma, amikor nagyon megtanulnak műsort vezetni, az nem működik, az nem jó. Hanem zsigerileg kell jobbnak lenned. Te azt mondod, hogy nem vagyunk tehetségesek? Tehetségtelenek vagyunk? Nem, szerintem mindenki biztos, hogy tehetséges valamiben, de nem biztos, hogy ebben. Mi van a veled? Mi van a veled? Mi van a veled? Mi van na veled? Mi van a veled? Köszöntjük a Mi van a veled show nézőit. Következő vendégünk, Attila. Attila. Szevasztok. Szia, foglalj helyet. Jó, de ez így jó, mert felrakták rám a mikroportot, csak szerintem kicsit nem, olyan az, furán, nem? Az rossz. Az rossz? Akkor rakjam át. Hát, vagy ez, szerintem ez most a... csak ülj le, de szépen. Átrakhatjuk ide alul. Köszönjük, hogy eljöttél. Úgyis már leáldozóban van a műsorunk, úgyhogy igazából mindegy, hogy itt vagy, vagy nem vagy itt. Sokan megírták, hogy már... Ilyen lejtmenet, be vagyunk. Igen? Tehát akkor miért nem hívtatok előbb? De most tudjátok, mi a fura egyébként? Kérdezhetek valamit én is? Hogy? Nem bírja megállni. Szóval, hogy igen, tudjuk, hogy műsorvezető vagy, itt vagy, ki kívánkozik be. De mondjad, akkor mondjad. De miért vagy te Safari Szerkóban? Erről most a Szikora Robi jutott eszembe, tehát olyan, mintha egy ilyen ergo beszélgetésre készültetek volna, csak mondjuk nem jött el a Szikora, és akkor gyorsan felhívtatok, és most én vagyok itt. Hát te vagy az Attila, nem? Igen. Attila, Tilla. Tilla? Két Tilla? Vagy hogy van? Tillát? Attila. Az jó, az arab változat. Hát lehet Till Attila, és lehet Tilla Tilla. Mert hogyha gyorsan mondjuk, akkor ugye Tilla Tilla. Tehát akkor Attila. Aha. Rengeteg sztárt bemutattál már, tehát hogy így felkonferáltad a sztárokat. Sztárokai, igen, sztárral szemben, megasztár, sztárban sztár, sztárban sztár, plusz egy kicsi, sztárban sztár leszek. Belőled mikor lesz sztár? Én... Gondolom, amúgy sztár vagyok, tehát, hogy, de annyira nem izgat ez a dolog. De egyébként milyen érdekes, hogy így felolvastad ezt a sok dolgot. Tényleg kicsit leragadtak a címadásnál, a sztárszónál. Hát mert hogy ugye az egész karriered során te mindenkit felkonferálsz, és akkor gondoltuk, hogy akkor konferáljon fel téged is valaki most kivételesen. Uh-huh. De hogy azok ti vagytok? Ki fog? Nem műsorvezető, vendég. Jó? Jó. Nagyon komoly szakmai múltad van. 2007-ben köztársasági érdemkeresztet kaptál, te voltál a Garfield magyar hangja. Mondjál már valamit a Garfield hangján. Nem tudom. Szerintem a Garfieldnak a hangja az pontosan ugyanolyan, mint az én hangom, csak egy icipicit egy ilyen ellazultabb állapotban vagyok, amikor látom ezt a szőrös macskát, akkor ugyanaz. Ez nagyon Attila. Egyszer egy gyerek zsúrban ugyanígy kérték tőlem, és így álltam egy tuja mellett, hogy jó. Van neked ez a Kormánypropaganda című műsorod? Propaganda? Kormánypropaganda, nem? Kormánypropaganda? Nem. Pont, hogy nem. Jól vagy? Igen. Mint egy kontaktlencsés vagy? Nem, egy muslincem. Tehát, hogy nem te kérdezel ebben a műsorban. Hát jó, csak olyan furcsa volt, hogy elkezdett rosszul, vagy nem tudom, valami belement a szemébe. Van egy nagy bojlerem, és elromlott. És egy helyen csöpög a szelep, hogy hogyan tudnál megjavítani, milyen kulcsot ajánlasz. Tehát 7-es, 6-os, mert próbáltam már meghúzni. De van őrláng, az van. Nem, az sincs. Nincs őrláng? Hogy milyen kulcsot tudnám ezt meghúzni? Ki kéne szilózni? Hát én ilyen bonyolult dolgokhoz, mint egy bojler, nem merek hozzányúlni.
ezt megnézném, és utána fölhívnám azt az embert, akit vizes ügyben mindig felhívok, aki egy kiváló szakember, és megcsinálja. Ideig kérdezhetek? Tehát mégis kérdezhetek valamit? Most tehát nagyon nehéz így ülnöm. Most meg tudok állítani? Tehát nem... Meg tudsz állítani bármikor. De hát jön belőled minden, kérdezgetsz. Azért, mert olyan furán vezettek műsort, hogy az emberből kikívánkozik egy-két kérdés. Akkor legyél szíves, mutasd meg, hogy például te hogyan konferálod. De miért mutogatsz ide, hogy álljak ide ki? De nem fog kiállni. Hogyha ide állok, most én ide kiállok. És akkor mi történik? Akkor léces konferált fel ezt a műsort. De hogy vezessek műsort, hogyha ha nincs műsor? Volt az a sztáros műsorod, tudod melyik? Hát abból volt egy pár. De tudod melyikre gondolok. Mert ott voltál, és nem voltál úgy igazán ott. Tehát, hogy itt ott voltál, de itt nem voltál ott. Mármint, hogy a torkom? Mert a szívem az lejjebb van. A szíved. Hát de te most itt a gégemetszés van. De most akkor fogunk tudni beszélgetni, vagy... Hát én is ezt kérdezem, és ezt kérdezem, hogy beleszólsz, amit mondok, és ne... Jó, de ugye nem. Egy interjúban elmondtad, hogy te nem tudsz sírni. Hát vagy ritkán. Viszont egy dolog van, amin meg tudsz hatódni, azok a szerencsétlen sorsú állatok. Nem. Embereken is. Mindegy, nézzünk meg egy bejátszást. Istenem! Szóval Tila, akkor légy szíves, mutasd meg, hogy hogyan kell felkonferálni ezt. Nem tudom, hogy hogyan kell, csak azt tudom megmutatni nektek, hogy én hogy csinálnám. Hát akkor... Sziasztok, Ivan! Ja, egyébként mi van a veled? Ja, ez olyan, mint a... Ott van egy a... Várjál, most... Most csak egy kérdés. De nem, most éhes vagyok. Ide. De várjál, most én föl... Sziasztok! Ez itt a Mi van a veled show. Kristóf és Barna fog most kérdezni engem. Okay.